Tisztelettel köszöntöm a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét, dr. Csányi Sándor urat. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Baló Gabriellát, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagját, és korosztály része volt a megállapodás létrehozásában. Ugyancsak köszöntöm Kovács Ildikót, a Magyar Telekom vállalati és marketing igazgatóját. Tisztelettel köszöntöm dr. Vági Márton urat, a DMSZ főtitkárát. És akkor engedjék meg, hogy szintén szeretettel köszöntsem a Szőke Sziklát, a 61-szeres válogatott, 61-szer a Magyar Válogatott Szövetségi Kapitányként kispadján ülő és a Török Válogatott Szövetségi Kapitányát, Mésző Kálmán. Szeretettel köszöntöm Dunai 2 Antal olimpiai bajnok labdarúgót, ezüst és bronzkitős csillagunkat. Köszöntöm Nyilasi Tibor, korábbi 70-szeres válogatott labdarúgót, együttkívülsünket a Magyar Labdarúgó Szövetség sportigazgatóját. Szeretettel köszöntöm Gelle Imrét, aki 2001 és 2003 között 23 mérkőzésen volt a Magyar Válogatott Szövetség kapitánya, és nem sok hiányzott a 2004-es Európa-bajnokságon sem. Tisztelettel köszöntöm Mészői Gézán, korábbi válogatott futballistát, és a névazonosság természetesen nem a véletlen műve Kálmán és Gézával. Most pedig még egyszer köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és nagyon örülünk annak, hogy a Magyar Telekom is észrevette azt, hogy a magyar labdarúgás egy új mederbe léphet. És ennek a záloga az, hogy természetesen az eredményekben is ez megmutatkozza. Én most felkérném tisztelettel Csányi Sándor elnök urat, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Jó napot kívánok! Hát először köszöntöm én is Borbé Zoltán urat. Köszöntöm. Hát mindenki előtt ismert a Magyar Labdarúgó Szövetség egy 10 éves stratégia alapján végzi a munkáját, és úgy tűnik, hogy a mai nap is azt igazolja, hogy egyre többen bíznak ebbe a stratégiába, aminek a vége egy kiváló amatőr labdarúgás, kiváló ifjúsági, utánpótlás labdarúgás, tehát egy kiváló bajnokság, nem utolsó sorban pedig, amiért elsősorban most itt vagyunk, egy kiváló nemzeti válogatott lesz. Azt gondolom, hogy a magyar kormány részéről a TAO-n keresztül és a közvetlen költségvetési támogatáson keresztül is elég jelentős összegeket tudunk a utánpótlás nevelésbe, a kolin programba, amatőr labdarúgás segítésébe befektetni, és a dolgok természetes rendje, hogy természetesen a professzionális futball elsősorban üzleti világra kell hosszú távon épüljön. Én úgy gondolom, hogy a magyar nemzeti válogatott már a professzionális futballnak a része is, külön öröm számunkra, hogy erre a területre is a mai szerződés aláírásával újabb források áramlanak be, amely lehetővé teszi, hogy a válogatott szereplését még a körülmények között készítsük elő. Nem csak a professzionális labdarúgás, de a Magyar Telekommal megegyezve, és a szerződés ezt tartalmazza, az utánpótlás neveléshez, az amatőr labdarúgás fejlesztéséhez is jelentős segítséget fogunk kapni. Úgy tűnik, hogy ezek túlmenően talán számunkra is előny az, ami az ő számukra talán szintén egy üzleti előny, hogy a tartalomszolgáltatás terén is együtt tudunk működni, és így a bajnokságok és a nemzeti válogatott mérkőzéseinek legszebb részei azok még szélesebb közönséghez jutnak el, és bízunk benne, hogy ez még inkább felkelti a magyar labdarúgás iránti érdeklődés, és jó hívőrője lesz a magyar labdarúgás fejlődésének. Sok kritikát kapunk mostanában persze, hogy főleg a holland meccs után, azt tudom mondani, próbáljuk kiköszörülni a csorbát, ez erre kötelez bennünket a mostani szerződés is a holnapi meccsen, de azt gondolom, hogy nem egy meccsen, vagy két meccsen dől el minden, a fejlődés irányát kell figyelemmel kísérni. Úgy gondolom, hogy azt az utat járjuk, amit kijelöltünk, akkor néhány éven belül a magyar labdarúgás ott lehet újra Európa élvonalában. Azt gondolom, hogy ehhez az út mindenképpen az utánpótlás nevelésen a jó színvonalú bajnokságon keresztül vezet, és akkor lehetünk igazán elégedettek.
Ezzel együtt, ha a múltat nézzük, nagyságrendekkel előre tart a magyar válogatott, mint 2010 előtt, ha megnézzük a elmúlt két év átlagos helyezését a FIFA ranglistáján, akkor körülbelül egy 30 helyet, vagy több mint 30 helyet ugrottunk előre, egy kiváló eredmény, és ugyancsak kiváló eredmény a 65%-os siker is, amit ez a válogatott elért az összes mérkőzésre vetítve. És az sem igaz persze, hogy ezeket az ellenfeleket mi válogatjuk össze, hiszen az ellenfelek többsége a kötelező feladat volt, és a különböző selejtezők mérkőzéseket kerültük velük össze. Én bízom benne, hogy a magyar válogatott sikerrel veszi a most előtte álló akadályokat, de akkor sem veszíteném el a reményemet, és bizalmazhatom, hogy a válogatottban ez nem sikerülne, mert azt gondolom, hogy egy nagyon tehetséges fiatal és még sokra hivatott nemzeti válogatott alapjait rakta le Egerváriságban. Külön szeretném megköszönni a Magyar Telekomnak, Tisztófelnek, hogy ez a munkához azt mondhatom, hogy valóban kiemelkedő támogatásra járul hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr, szavét, és engedjék meg, mielőtt átadnám a szót elnök vezérigazgató úrnak, annak idején a Tokaj Express vívó versenyen egy riporter kollégám riportot szeretett volna csinálni egy grófnővel, aki egyébként vívó volt, és megkérdezték tőle, hogy tolmáccsal szeretné készíteni, vagy pedig megcsinálja saját maga. És hát megkérdezte a kollégám, hogy hát milyen nyelven beszél a grófnő, és hát mondták, hogy angolul, franciául, olaszul, spanyolul, és egy kicsit olaszul is. Akkor kérném szépen a tolmácsot, mondta a kollégám. Én azt hiszem, hogy most erre nem lesz szükségünk, hiszen elolvasva az életrajzot, angolul, magyarul, németül, csehül és franciául beszél elnök vezérigazgató úr, és magyarul fogja köszönteni a sajtótájékoztatóján levő résztvevőit. Gyakulj már! Köszönöm szépen, Orvai úr! Tisztelt elnök úr! Kedves vendégeink, a Telekom nevében is köszöntök mindenkit a mai eseményükön. Legelőször is szeretném megköszönni elnök úr szavait, nagyra értékeljük, hogy kiváló partner volt abban, hogy egy igazán sokrétű és tartalmas megállapodást tudjunk kötni a Magyar Labdarúgó Szövetséggel. Meggyőződésem, hogy a Telekom, mint hazai minőségi szolgáltató, jó partnere lesz a hazai futballnak, és hozzá fog tudni járulni annak fejlődéséhez és jó hívéhez. Kedves vendégeink, ahogy önök közül bizonyára sokan tudják, a Telekom és márkái, mint például a T-Mobile és a T-Home évtizedek óta elkötelezett támogatója a hazai sportélet.